A tisztetek, köszöntök mindenkit a mai képviselőtestületi ülésen. Köszöntöm képviselőrökat, jegyzőasszonyt, a tisztelt megjelent érdeklődőket. A képviselőtestület 9-es fős létszámából 5-en jelen vagyunk, a képviselőtestület határozatképes. Mindenki készhez kaphatta a napirendi javaslatot. Ehhez kapcsolatban valakinek kérdése, észrevétele van-e? Amennyiben nincsen, úgy megkérdezném, aki a napirendi javaslattal egyetért, ezt kérem készfeltartással jelezze. Köszönöm szépen, ellenvélemény tartózkodás nélkül 5 igennel egyhangban elfogadtuk. Napirend előtti napirendünk egy előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Ehhez kapcsolatban átolvasták tisztelt képviselőtársaim valakinek kérdése, észrevétele. Parancsoljon! Két dolgot szeretném kérdezni. Az egyik az, hogy voltak a jégkárok, és ez törvényszakkormányzatot is érintett. Most akkor mi ezeket fénykép alapján láttuk, hogy milyen károk keletkeztek, a javítások meg is történtek, és ugye magának a részönkormányzatnak a pénzéből kifizetésre kerültek. Kérdés az akkor az a válasz hangzott el, hogy ez egy csoportos biztosításunk van, ez oda kerül be, hogy ezeknek a rendezése megtörtént, vagy folyamatban van, vagy egyáltalán nem is várhatjuk. Ez az egyik. És akkor ugye kijegyzik, vagy följegyzetettem magamnak, de itt az elején a polgármester említette, hogy várhatók fejlemények a hulladékudvarról kapcsolatban, de szeretném megkérdezni, hogy milyen szinten áll. Azok a tárgyalások, mikor fog az beindulni, mert ugye egy érdekes kérdés lehet, és többen kérdezik is. Köszönöm szépen. Jó, köszönöm szépen. A JK-ral kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy valóban csoportos biztosításunk van, amit a Horváth Zoltán úr rendezett. Az, hogy a részönkormányzatok dolga is benne vannak-e, ebben benne vannak, és akkor várjuk a biztosítónak a... utalja a biztosító, és most vetjük össze, hogy akkor mennyi, mert egy elég új módszer szerint történik a kártérítés, tehát a régihez képest. Jó, akkor pontosan, akkor 8 napon belül tájékoztatást adunk. Jó, hogy pontosan akkor hogyan áll a korítszőn kormányzatra lebontva, és hol voltak. A második kérdés, hogy a hulladékudvarral kapcsolatban leültünk a polgármester úr, mint az Alaispa felügyelőbizottságának az elnöke és a vezérigazgatóra leültünk, és a régi szolgáltató, a HUKÉ-nak a képviselőivel egy egyeztetést tartottunk, tehát mediátoroknak is lehetett minket nevezni. A végeredmény az lett, hogy megegyeztek az árban az Alaispa és a Zalai HUKÉ. Az Alaispa tett egy olyan ajánlatot, hogy esetleg akkor ugye ez pénzügyileg nekik egy jelentős összeg, hogy akkor 10 évre hosszabbítsuk meg a szerződésüket. Nyilván erre nem tudok válaszolni, ez a levél ott van, ezt majd a gazdasági bizottság és utána a képviselőtestület fogja tárgyalni. Ezen kívül ugye a Zalaispa küldött a jövő évre vonatkozó árakat, ezt még én nem ismerem, én még nem láttam, de a hivatalban már megérkezett, ezzel is majd a gazdasági bizottság fog foglalkozni. Tényleg nagyon fontos kérdés. Egyébként hozzá kell tenni, azt is említettünk, hogy nagyon-nagyon sok visszajelzés van itt a számlázással, itt tartózkodással, hol laknak az emberek, hol nem, hogyan szállítják a szemetet. Ezt is folyamatosan a vezérigazgatóval beszéltünk, de vannak még olyan fennmaradó panaszosok, és én úgy érzem, hogy jogos panaszok, amit viszont orvosolni kell, de ahogy hallottam már többektől, hogy majd a részönkormányzati meghallgatások vagy a közmeghallgatáson is jelezni fogják, ezeket is próbáljuk kezelni. Parancsoljon! Való képviselő. A témajta személy szállításain azt én is megjegyzem, meg hogy olyan problémák vannak Csáfordon, hogy soha életben nem járt kukás autó, és nem is fog járni, mert egyszerűen nem is tud felmenni, és vannak ugye lakók a hegyben, és már többszöri felszólítások mennek, hogy fizessenek. Ott nem lesz számít szállítás. Vagy van olyan kis Csáfordon olyan lakóház, ami átépítés alatt van, régóta jelezték, és újra akkor is megy a felszólítás, hogy fizessenek rá, és senki nem lakja, már évek óta szét van bontva. Úgyhogy a lakosság az folyamatosan reklamál, hogy olyan az ispa kicsit jobban körülnézni, hogy hová küldik ki a leveleket. Még nem létező címekre küldenek.
mert az a baja már ennek témánál is előjött, hogy olyan címeket jelentenek be az okmányirodába, ami nem létezik. Házai számok, meg olyan utcákat írnak be, ami nincs a városban elfogadott utcanevek. Alsóhegy utca, meg sorolhatnám meg, hogy egy per X, meg mindenféle neveket kitalálnak, és hogy a okmányiroda meg beegyezi személyigazolvány a hivatalos vagy és a lakcímkártyára, hivatalos lakcímnek, és jönnek a levelek, az ispánnak is szerintem nagyon sok ilyen levele vissza megy, mert hát nem is lehet kézbesíteni az ilyen leveleket. Én azt tudom javasolni, hogy ezeket a leveleket, amit az ispánnak küldenek, azt küldjék be nekünk, és csak legyen tudomásunk róla, egy külön ügyiratot nyitottunk ezeknek. Ma is épp egy kettő panaszos volt itt, akinek mondom én szerintem teljesen jogos a panasza. Beszéltünk többször vezérigazgatóról, de gyűjtsük össze ezeket, és folyamatosan fogjuk, hiszen a legfontosabb az itt élők egyrészt a szolgáltatáshoz való hozzájutásának a biztosítása, másrészt pedig hát ugye, hogy a jogos panaszokat ki kell vizsgálni. Köszönöm szépen. Parancsoljon el. Amennyiben nincs több kérdés észrevétel, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, hogy elfogadjuk a legált idejű határozatok végrehajtásáról szóló előterjesztéshez kérem kézfeltartása jelezze. Ellenvélemény tartózkodás nélkül egyhangban elfogadtuk. Köszönöm szépen. Egyes számú napirendi pont, beszámol az önkormányzat 2012 év 3/4 éves gazdálkodásáról. Mindenki olvashatta az anyagot. Láthatjuk, hogy kiadási előirányzatunk 1.295.623.000 forint volt, ez az év folyamán egyes gazdasági események hatására megemelkedett 1.475.000.000 forintra. A bevételek arányosan teljesültek, és nagyon jó hír, hogy a helyi adóbevételek az előzetes várakozásokkal szemben többletbevételt hoztak az önkormányzatnak. A hiány működési hiányt az év elején 37.756.000 forintra prognosztizáltuk. Itt az önhiki támogatás egyes üteme és a kiadási megtakarításentő gimnázium átszervezésének köszönhetően ez 18.633.000 forintra mérsékelődött, és nagyon úgy néz ki, hogy főleg még ha önhiki második ütemén is nyerünk, hogy ki tudjuk húzni évvégén is működési hitel nélkül zárjuk ezt az évet is, bár hozzá kell tennem, hogy kis üröm is vegyül az örömbe, hiszen itt hallhattuk az önkormányzatok konszolidációt, hogy akik eddig hitelük volt 5000 fő alatti lakosú településeken egy az egybe vizsgálat nélkül eltörlik azokat a hiteleket, konszolidálják 5000 főnél nagyobbnál pedig sávosan. Amint még egyszer el kell mondani a véleményemet, hogy ez számomra felháborító, főleg az, hogy mérlegelés nélkül nem azt nézik, hogy milyen erőfeszítéseket tettek az önkormányzatok azért, hogy takarékosan jól működjenek, de ezzel majd az egyebekben még szeretnék még pár szót mondani. Parancsoljanak! 3/4 éves gazdálkodásról, pénzügyi osztályvezetője, jegyzőasszony. Mindent leírtunk az anyagba, a táblázatok pedig részletes adattartalommal mindenki számára nyilvánvalóvá teszik a jelenlegi pénzügyi helyzetet. Parancs. A pénzügyi bizottság ülésén vetődött fel az a kérdés, hogy nekünk is azért van hitelünk, csak ugye olyan érdekességképpen valahol lehet, hogy hibáztunk, és nem az önkormányzat vette föl, hanem a KFT vette föl. És az volt ott a kérdés, hogy lehetne olyan lépéseket tenni, mi állunk mögött a KFT mögött, hogy esetleg a KFT megszüntetésére is akár valamilyen szinten ez bekerüljön az önkormányzat hiányai közé, és esetleg valami lehetőség van-e arra, hogy kártérítsenek bennünket ilyen formában. Ha folyamatosan tárgyalgatunk, de ugye az első hírek úgy voltak, hogy az önkormányzati cégeknek a hiteleit azt nem vállalják. Nem valószínű, hogy Zalaszengrótra hozták, mert gondolom más nagyobb megyei jogú városokban ezek a cégek nagyon nagy tartozást halmoztak fel. Arról szó van, hogy azokat az önkormányzatokat, akik takarékosan gazdálkodtak valamilyen
szinten kárpótolják, ez lehet szó fejlesztéseknek a támogatásáról. Így konkrétan az önkormányzati cégnek a hiteléről nincsen szó, de mondom, a megbeszélések folynak, hiszen ez is egy jelentős összeg, és a fürdőnek a kiadásainál mindig azért tudni kell, hogy ez a büfék visszavásárlásának az eredménye is, de nézzük ezeket a lehetőségeket. Az egyebekben szeretném elmondani majd, de hát akkor majd elmondom, hogy felterjesztési lehetőségek kívánok élni, így kérem a képviselőtestületnek az egyetértését is a kormány fele, hogy valamilyen szintű kompenzációt kapjunk, mert számomra teljesen méltánytalan is. Az alaszengloti emberek, az önkormányzat dolgozói, az intézmények vezetőivel szemben, hiszen tudjuk azt, hogy milyen harcokat folytatunk egy-egy költségvetésnél, és mindenki megpróbál a lehető legtakarékosabban, és ez abszolút nem előremutató dolog, hogy azokat, akik jól gazdálkodnak, azokat büntetjük ilyen szinten. Sőt, én megmondom őszintén, én ügyvéddel is beszéltem, hogy esetleg megnézni a lehetőségeit, ha életben lép ez a törvény, akkor milyen jogi eszközökkel élhetünk ezzel kapcsolatban, akár egy pertársaságot is alakítva, de bízzunk benne, hogy valamilyen szinten kompenzálnak minket, és akkor ezekre a lépésekre nem lesz szükségünk. De nézzük, és folyamatosan tájékoztatni fogom a képviselőtestületet, amennyiben információkhoz jutok. Kérem tisztelt képviselőket, szóljanak még hozzá, mert 4 főre csökkentünk most le, úgyhogy határozott képesség határán mozgunk, úgyhogy Beke úr iskolával kapcsolatban. Minden szép, mindenre meg vagyunk elégedve. Tuskálunk az anyagiakba. Nem tudjuk elállítani a sok jó kívánságot és a köszönetet. Sorolja. Parancs. Ha már kérdés, hogy a következő hónapban nagyon sok minden változott, és a legjobban bent van. Tehát abban az esetben, hogy a több kérdés, amiben az iskolát nem tartjuk, és az állam kötteti, esetleg feltételezte az iparüzési adónak a bevételét, elvitel, vagy erről tudunk valamit. Következő napirendi pontnál lesznek majd kicsit jobban kibontva ezek a dolgok. Ugye annyit tudunk a költségvetésről, hogy a 40%-át a gépjármű adónak elviszik, az iparüzési adót itt hagyják, viszont szerepel majd elvárt bevétel a költségvetésnél, de ezt majd mondom a következő napirendi pontoknál, valamelyikénél. Annyi tájékoztatást talán adnék, hogy a tankerület igazgató úr ma szóban annyit tudott mondani, hogy várhatóan a héten bizonyos döntések születnek, de ő sem tud biztosat, tehát hivatalos információból erre vonatkozóan semmilyen megerősítést nem kapott. Jó, parancsolj. Szét kell szedni a BMK-t, ez egy biztos esemény lesz, meg nekünk is kell másik alapítókiratot csinálni, mert ugye nem lesz az önkormányzatoknak fenntartó joga az oktatásra vonatkozólag, tehát a sénye tekenye ez a szengrót kiesik, tehát ez mindenképpen meg kell ejteni. Én is fönn voltam kedden egy tanácskozáson, nem lettem okosabb, tehát nem tudok többet róla, mert ugye azt mondják ki, hogy a ilyen több cél oktatási intézményeket szét kell szedni, úgyhogy oktatási feladat és nem oktatási feladat, de mi esetünkben minden oktatási feladat, mind a három, és mind a három tankerülethez tart az oktatási feladat, tehát, de ezzel a dologgal nem foglalkoztak, tehát semmilyen szinten nem foglalkoztak még, hogy akkor hogyan tovább. Az biztos, hogy az elkövetkezendő egy-két hét nagyon szoros lesz, mert mindenféle adatot adni kell. Gőzerővel töltjük fel a tanulóknak a minden cipőméretével kezdve, nem bagatelizálom már problémát, de gyakorlatilag a cipőméretével is összefüggő adatsort. Ugyanezt tesszük meg a pedagógusoknál is. A pedagógusoknál is ugye azt történik, hogy a diplomának a megszerzés kelte dátuma, kiállítása, tehát mindent visszük fel. Egy úgynevezett közhiteles adathordozó felületre ez a központi információs rendszer. Azt megnyugtatóan a nyilvánosságnak, az minden fórumon elhangzott, hogy az, akinek megvan a munkavégzéshez szükséges diplomája, végzettsége, az marad ebbe az iskola átrendezési kérdésbe, akinek nincs meg a megfelelő iskola végzettsége, az se kerül rögtön munkanélkülire,
hanem módja lesz jelentkezni a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség megszerzésére való továbbtanulásra 2013. szeptember 1-ével, és annak azt el kell neki addig az ideig végezni, amíg be nem következik, tehát amíg az elő van írva. Tehát nem lehet azt csinálni, hogy volt egy kollégám, a 2 éves történelmet 7 év alatt végezte el, szóval ennek úgy gátat szabtak, aminek pedagógusként rendkívül örülök is. Nagyon kétségbejtőnek látom majd a finanszírozás oldalát, amit eddig elmondtak. Tehát mindegy az, hogy most állami finanszírozás, önkormányzat, teljesen mindegy, tehát maga a finanszírozási metodikát nagyon kétségbejtőnek látom. Elmondhatom, de elég unalmas. Jó, köszönöm szépen. Valakinek még az 3/4 éves gazdálkodásról véleménye, amelyben nincsen, akkor aki határozati javaslattal egyetért, az kent készfeltartásra jelezze. Ellenvélemény tartózkodás nélkül egyhangon elfogadtuk. És most jön egyébként, már elkezdtük erről beszélgetni, 2. számú napirendi pont, az Alszengrót város 2013-as évi költségvetési koncepciója. És ezt lehetne folytatni, amit most Beke úr elmondott. Egyrészt, amit elmondott, ugye ez jövőre mérve a közoktatásba, köznevelésben lehet látni, milyen változások lesznek, hiszen állami fenntartású lesz a Deák Ferenc TTOK. Ezt képest lehet látni az, hogy 2012. évben előző évhez képest tovább csökken az állami támogatás, de ez nem csak annak köszönhető, hogy fajlagosan csökkennek, hanem az ellátotti létszám csökken nagy részben. Befejeződött az iskolaépület felújítása, új beruházás, ilyen nagymérvű beruházás nem kezdődött még el fizikailag, viszont elkezdődtek már a pályázat beadása, vagy megvalósíthatósági tanulmány és tervezéssel egy Keops szennyvíz csatorna építési pályázat, amit Tekenye községgel közösen szeretnénk beadni. Itt lehet látni, elég részletesen elkészítette a hivatal, hogy milyen változások, milyen szabályozások várhatóak a jövő évben, és a különböző szakbizottságok pedig megtették az ő javaslataikat. A bérleti díjakról egy 6%-os emelést javasol a gazdasági bizottság, a kommunális adó esetében pedig egy 1000 forintos emelést van javaslatban, hiszen tudjuk azt, hogy az adminisztrációs költségek minden egyes kommunális adó emelésnél nagyon sok pénzt elvisznek, és mivel hogy tavaly nem volt, idei évben most úgy gondolta a pénzügyi és ügyeleti bizottság, hogy egy 1000 forintos emelés legyen, ami egyébként jóval nagyobb lehetne, a törvény által jóval nagyobbat lehetne elfogadni, de az Alszengróton mi mindig törekedtünk arra, hogy a lakosság terheit a legcsekélyebb mértékben növeljük. Amit kiegészíteni szeretnék, itt a Gazdaság és Városfejlesztési Bizottságnak volt egy jóváhagyott koncepció, és a módosításom vagy kiegészítésem azért történik, hiszen itt napról napról, hétről hétre változnak a helyzetek, új lehetőségek nyílnak meg. Szeretném betenni a régi bölcsödének a következő ütemű fejlesztését. Tehát most azt látjuk, hogy a régi bölcsödének a déli és az északi felét az felújításra kerül, kívülről szigetelve lesz és le lesz vakolva, a középső rész pedig úgy fog maradni. Ez nem azért fog úgy maradni, mert mi nem értünk hozzá és nincsen rá anyagi forrásunk, hogy azt is megcsináljuk, csak ha pályázati lehetőségből tudunk akár 1,5-2 millió forintot spórolni, akkor próbáljuk meg. Májusban, előreláthatóan májusban írják ki a következő kört, tehát akkor meglátjuk, ha ott nyerünk, akkor nyilván abból megtörténik a felújítás, ha nem nyerünk, akkor én javasolni fogom, hogy akkor a külső szigetelést és a színezést oldjuk meg, tehát ne legyen úgy az épület, hogy két része föl van újítva, a középső pedig úgy maradt. A zeneiskola esetében is vannak pályázati lehetőségek, ezt már említettem, a Termálvölgye Egyesület, Líder Egyesületnek van egy lehetőség, egy nemzetközi
pályázaton való részvételre, ahol folynak az előkészítő munkák, ott egy, az iskola pályázatból kifolyólag nem lehet bármire értékesíteni és használni az épületet, egy ilyen civil ház, hálózatok háza az elképzelés, de nyilvánvaló ez is jön majd képviselőtestület és gazdasági bizottság elé. Kírnak előreláthatólag egy pályázatot, amit január 2-ától lehet beadni március közepéig, ez pedig az óvodafelújítási pályázat, már két ezelőtti költségvetésünkben is szerepelt ez a Nyugat-Dunántúli operatív programban. Beszélünk majd természetesen az óvoda vezetőjével, csak azért mondom, a koncepcióban viszont szerepeltessük. Annyi feltétele van a pályázatnak, hogy egy új csoportot kell indítani, itt vannak, mint annak idején is, ebből adódnak a nehezebb dolgok, amivel dönteni kell, de ezt nyilvánvalóan majd az óvoda vezetésével megbeszéljük. KEOP pályázatból a hivatalnak a energiatakarékosságát téve, és a KEOP-ban van egy strand napelemekkel való ellátása, de az úgy gondolom, vagy úgy tudom, hogy ez talán benne is van a koncepcióban, igen, az energiaracionalizálás mind a kettőnél. Ezek mellett pedig az úgynevezett ESCO típusú fűtéskorszerűsítés, ez amiben talán úgy ismert, mint a Schneiderrel is volt ez a típusú fűtéskorszerűsítés, tehát az önkormányzatnak nem kell először beszállnia, hanem csak a megtakarításokból kell kifizetni a cégnek a költségeit. Ezt a mostani tudásunk szerint, ahogy megnéztük, Batthyány úti óvodánál lehet elképzelni, de ezt is nyilvánvalóan az intézményvezetőkkel beszélve, és a Csányi iskolánál. Ezek lennének még azok, amiket kiegészíteném a Gazdaság és Városfejlesztési Bizottság javaslatát. Parancsoljon! Való képviselő! Valószínű, hogy a bizottság ülésen félrejtettük a jegyzőkönyvezető félrejtette, amit éppen mondtam. Temetőbépítésén a Szent Luki temetőre gondoltam, és nem a Csáfordi temető bővítésére. Ott még ilyen probléma nincs. És ugye kimaradt az a javaslat, ami a Aranyodról a Deák utca végéből indul és a Csáfordot összekötő útnak a rendbetétele, hogyha esetleg olyan pályázati lehetőség lenne, ugye ez kimaradt a jegyzőkönyvből is a bizottsági ülésen. Másik kérdésem még lenne, hogy ki az, aki a kommunális adó fizetése alól mentesülhet? Ki az, aki ezek a bérlakásban lakók is fizetik-e, vagy nem fizetik? Jó, köszönöm szépen, akkor azokat az észrevételeket temetővel kapcsolatban azt jegyeztük, azt befogadjuk, és köszönöm szépen a mezőgazdasági utakkal kapcsolatban, mert tényleg úgy kellene, akkor nem konkrét útra, hanem mezőgazdasági utak felújítása is szerepeljen benne, mert az is tudomásom szerint jövőre lesz egy pályázati lehetőség 25%-os önerővel. Jó, akkor mezőgazdasági utakat is akkor beletettük. Kommunális adóval kapcsolatban. Fizetik. Nem mentesülnek fizetési kötelezettség velük szemben is fennáll. És akkor ebből adódik az a sok adósság, amit végig is ők nem fizetik be. Hát nem ebből adódhat az a sok adósság. Mert ez csak gyakorlatilag az ugyanolyan meghatározott összeg, amit a rendelet megállapít. Nem tudom, hogy miből áll még egyébként az ő adósságuk, azt meg kell nézni. Lakbérja, vízdíj. Az más, azt más. Csak arra voltam kíváncsi, hogy ők fizetnek-e. Az előre kellene. Szerint így van, tehát ettől nem mentesülnek. Képviselő parancsolja. Tudomásom szerint az országos önkormányzata nem rendelkezik üres telkekkel, tehát amit el szeretnénk adni. Ha esetleg valaki vásárolni szeretne, ha jól tudom, talán egy van, amit értékesíteni tudunk azon a soron. Most régóta próbálkozunk azzal, hogy a halastó mellett lévő területet közművesítsük, valamilyen formában régóta keresünk a pályázatokat, hogy fogni tudnak ehhez pályázati pénzt keresni. Én úgy gondolom, hogy nem sikerült az elmúlt egy-két évben, nem valószínű, hogy az elkövetkező időszakban is lesz erre. Azonban valamit ki kéne találnunk, hogy ez a város valamilyen szinten fejlődjön, és nekem itt a következő gondolatom lenne, és hogy a képviselő testület ezt jónak tartja, akkor valamilyen szinten bekerülhetne koncepcióba. Ez pedig a következő. Tehát most, hogyha a saját pénzt kell ehhez előteremteni, akkor ezt nagyon nehezen tudnánk előhúzni, és nem is látom ennek a lehetőségét.
És itt arra gondoltam, hogy azért valamit mégis lépni kéne, és úgy gondoltam, hogy valamilyen célzott jelleggel meg kellene egy réteget célozni, és esetleg azt tartottam, és egy-két baráti körben erről elbeszélgettünk, és jónak tartották, és talán a polgármesterünknek is egyszer említettem, és a következő lenne az elképzelésem. Hogyha a telkekhez hozzárendelnék a mellette lévő halastót, és ugye mondjuk ki tudnánk alakítani 50 házhelyett telket, és ezt értékesíteni Szegedről nem biztos, hogy tudnánk. Én úgy gondolom, hogy az országban és a szegedi horgászok körül és a nyugdíjasok körül, tehát Szegedről lakosságát egy kicsit emelve, feláldoznánk az egyik halastót, és hozzárendelnék a telkekhez. Tehát aki ott telket vesz, az esetleg a horgásztóból, az egyik tóból, amiből most meg lehet nézni nekünk, mennyi bevételünk van, azt hiszem fölösleges róla vitatkozni, az valamilyen szinten egységesen értékesítenénk, és akkor az is elképzelhető lenne, és természetesen ennek az árát, telkeknek az árát lehetne beszedni, és abból meg lehetne valósítani a közműveket, ki lehetne alakítani, és én úgy gondolom, hogy az országban van annyi őrült a horgászok között, hogy esetleg ez még sikeres is lenne, nem beszélve arról, hogy igaz, hogy valamit vesztenénk az egyik tavunkat, de mellett az idegen forgalmunkat is föllendíthetnénk. Jó. Köszönöm szépen, valóban említette képviselő úr, így utána is néztem a dolgoknak. Ugye a rendezési terv egyrészt az akadálya, mert ugye a rendezési tervet kell módosítani, de ugye 10 éven kell újból elkészíteni a rendezési tervet, és ez a 10 év, ez 2014-ben jár le, tehát akkor el kell fogadni egy új rendezési tervet, amit már jövő évben, hiszen beszéltünk róla, a jövő évben már neki kell állni tervezni, és a költségeket is, mivel elég költséges egy ilyen tervnek az elkészítése, azt is majd meg kell bontani. Én azt javasolnám, hogy ez a rendezési terv elkészítésében épüljön be, vagy vitassuk meg majd akkor, mert most a rendezési terv előtte egy évvel nyilván már nem is tudjuk szerintem kialakítani, meg felesleges lenne, mert egy rendezési terv módosítás, egy ekkora mérő módosítás is jelentős összeggel járna, meg időbe is annyiba, hogy akkor 2014-es rendezési tervnél már akkor, ha az adott bizottság, vagy úgy ítéljük meg, akkor szerepeljenek benne, és ezt szeretném is mondani mindenkinek, akár mind az intézményeknek, vagy a Szegrót város lakosságának, hogy egy város életében nagyon-nagyon fontos ez a 10 évente rendezési terv módosítása, hiszen 10 évre befolyásolhatja egy település gazdasági életét, az itt élőknek, akár az életminőségét is, hogy erre pontosan oda kell figyelni, és egy nagyon precíziós, aprólékos kis tervezési folyamat lesz. Én úgy gondolom, hogy akkor kellene visszatérni erre, egyébként én is jónak találom az ötletet. Addig meg még lehet, hogy körbe is lehet járni ennek a financiális oldaláról, vagy az értékesítéséről. Köszönöm szépen, parancsoljon be! Köszönöm szépen, polgármester. A Humán Egyek Bizottsága megtárgyalta 2013 évi koncepciót, azt a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. Itt a Humán Egyek Bizottság ülésén szóba került az, amit polgármester is említett, hogy a Csányi iskolába, de kiegészítem az Rényi iskolába, tehát Rényi Székely iskolába is, a fűtés korszerűsítést mindenképpen kell vele foglalkozni, és azért szólalok meg, hogy legyen bent jegyzőkönyvben, minden alkalommal meg fogok szólalni. Nagyon egyszerű dolog, hogy volt egy 10 éves ciklus, ami alatt a Schneider féle cég csinálta maga a kis fűtés korszerűsítését. Történtek a radiátorok, történtek a kazánok, de a kazán és a radiátor közötti részhez nem lett hozzányúlva. És a kazánok se lettek, a karbantartások, felújításuk, időszaki ellenőrzésük nem lett megoldva az elmúlt idő során. Jelzem, ez Zalaszentgrót város valamennyi intézményében jelentkezni fog, mert ugyanez van az óvodai ellátásban, ugyanez van az egészségügyi központban, és ugyanez van az oktatási intézményekben. Tehát a kazán rendszerbe záros határidőn belül valamit kezdeni kell a rendszerrel. Hát azon kívül sajnos folytatni kell majd az épületeknek is a felújítását, javítását, mert ugye a Kossuth utca 11 számú épületnek az utcafrontja kapott egy színezést, de sem a régi épületnek a belső udvara befele első része, sem pedig az ottani új épület nem lett rekonstruálva. Van olyan, hogy az esővíz, az esőcsatorna szinte kimosta alapokig a falat, stb. Tehát ezt csak azért jelzem előre, hogy közel sincs az az állapot, hogy Zalaszentgrót város abban az áldott állapotban lenne, nem is karba tett kézzel ülhet, és minden rendben van az oktatás infrastruktúra terén. Ez közel sincs így. Köszönöm.
Köszönjük. Reméljük, hogy megérjük még azt, hogy így legyen karba tett kézzel ülhetünk, mert minden rendben van. Azért említettem a Csányi épületet, mert mivel az le van szigetelve, ott a megtakarítás az hamarabb jelentkezik, nyilvánvalóan az összeset át kell nézni. Az egészségügyi központnál meg cserélve lettek a kazánok, ugye felújításnál? Ott talán az épület az, ami rendben van. De nyilván át kell nézni, több probléma adódott, több jeleztek, intézményvezetők, már át kell nézni, ezt azért szerepel a koncepcióban, hogy akkor jövő évben ez legyen a egyik legfőbb feladatunk. Köszönöm, valakinek még kérdés észrevétele. Akkor, amennyiben nincsen, akkor ezekkel az észrevételekkel, amit én kiegészítettem, Balogh Gábor úr is tett kiegészíteni valókat, és Beke úr is, akkor ugye, hogy az ESCO típus, vagy nem is ESCO típus, hanem fűtéskorszerűsítés a városi intézményeiben, akkor nincs kiemelve, hogy melyikben. Aki ezt így elfogadja, az kérem készfeltartással jelezze. Ellenvélemény tartózkodás nélkül egyhangon elfogadtuk. Köszönöm szépen, képviselő urak. Hármas számú napirendi anyag, rendelet alkotás a telekadóról. Közel egy éve beszéltünk már róla, hogy hozunk egy ilyen rendeletet, hiszen a helyi adókról szól törvény szabályozás alapján vállalkozói szektor részére adómentesség nem adható ebből kifolyólag, viszont a külterületi részen vannak olyan beépítése szánt területek, amelyek mind városképi, mind turisztikai szempontból indokolt lenne a beépítésre kerülne, talán ezzel ösztönözni tudjuk. Itt az rendelet mellékletben benne vannak, hogy egyes övezet és kettes övezetre van felosztva a város, egyes övezetben 80 forint per négyzetméter per év, kettes övezetben 50 forint per négyzetméter per év. Benne szerepelnek azok, hogy milyen mentességek adhatóak, és nyilvánvalóan majd, amikor elkezdődik a rendszer, akkor látjuk meg, hogy hogyan működik ez. Tehát is adtam a szót edzőasszonynak. Gyakorlatban a kiküldött anyag az a központi jogszabályhoz igazodóan készült el. Olyan tapasztalati számadatokat a rendelet előkészítése során nem lehet adni, hiszen itt elsősorban az ingatlan nyilvántartási adathalmazból lehet kiindulni. A jogszabály szerint a telekadó a telek után számított adómérték alapján fizetendő, de a telek fogalmát maga a központi jogszabály is szűkítő értelmezéssel konkretizálja. Azaz elsősorban a belterületi földrészletre vonatkozik telkekre, de nem vonatkozik a belterületi mezőgazdasági művelés alatt álló területekre, a külterületi termőföldként nyilvántartott földrészletek, illetve az épületnek nem minősülő építménnyel, tehát az úttal lefedett földrészletre sem. A további mentességeket, amit a jogszabály egyébként ad, és egyértelműen szabályoz, azt a rendeletben úgy próbáltuk meg további mentességekhez kötni, amely a képviselőtestület korábban kifejtett szándékát próbálja meg rendelet szövegébe átültetni. Én úgy gondolom, hogy ez a rendelet megalkotás az első éves időszakában ki fogja hozni azokat az egyébként most ingatlan nyilvántartásilag nem látható anomáliákat, amelyeket az év során a testület rendezni tud, hiszen adórendelet kapcsán ugye van a jogszabályi előírás, amely a súlyosbítási tilalmat mondja ki, de további engedményeket természetesen a jogalkotó átruházott hatáskörben így a képviselőtestület meg tud tenni. Ezt folyamatosan kontroll alatt tartjuk, látjuk majd a kivetések során azokat az adatokat, és azt gondolom, hogy egyfajta fél éves adathalmaz után már látjuk, hogy hol tartunk. Én azt gondolom, hogy az ügyrendi és pénzügyi bizottság, vagy a pénzügyi és ügyrendi bizottság megtárgyalta az anyagot, és határozatában támogatta a rendelettervezet elfogadását. Köszönöm. Még egyszer hangsúlyoznám, hogy ez nem plusz sarcolás lenne, ennek a célja az, hogy turisztikailag azokat a területeket, amik nincsenek hasznosítva, azokat valamilyen szinten rávegyük, vagy kicsit előre mozdítsuk ezeket a dolgokat, hogy ezt beépítsék, hiszen tudjuk azt hasznosítani. Nagyon sokat költünk a fürdőre, és ezzel is járuljanak hozzá, akiknek ott van olyan befektetési célból vásárolt területei, amivel előre tudjuk mozdítani
a fürdőnk ügyét. Parancsoljon be, kell. Köszönöm, amit polgármester elmondott, arra kívántam volna ráerősíteni, tehát hangsúlyozzuk, mert felemeljük rá a kezünket, hogy ez nem arról a terekről szól, amin az én kutyám futkár az a házhoz csatlakozóan, hanem azokról a telekekre szól, azokról a területekről, amelyek azzal a céllal vásárolódtak meg, hogy egyszer majd valamire jó lesz, és valamiféle hasznosítás lesz. Tehát jelen pillanatban elhalt ingatlan vagy ott, vagy képeznek a város vonatkozásában. És ugye látjuk azt a földterületek vásárlásán egyébként, hogy megindult egy jelentős ilyen valamiféle értékbefektetés, tehát amit részünk kormányzatként azt látjuk, hogy mindenki mindent meg akar vásárolni most, ezt tapasztaljuk. És én ettől a rendelettől azért azt várom, hogy a fürdő körül is valami elmozdul, lesz belőle valami, ha más nem, akkor annyi, hogy eladja annak, aki majd valamit kezd vele. Ezért én részemről ezt meg tudom szavazni, tehát még egyszer, ha más nem történik, akkor eladja olyannak, aki valamit kezd vele. Köszönöm. Köszönöm. Parancsoljon. Én is először, amikor elolvastam, tehát számomra értetetlen volt egy kicsit, és mondom, ezzel nem is lehet csodálkozni, és ebben nem vagyunk meg. És aztán a bizottsági ülés végére megvilágosodtam, és ötletnek tartottam, és csak örömmel tudok, aki ezt kitaláltam. Ebből a célból viszont a kérdés az fölmerül, hogy ezt a célt akkor tudjuk elérni, hogyha megnézzük, hogy azok a területek, amik itt elhangzottak, azok a földhivatalban milyen nyilvántartási ágban vannak, mert ha nem abban nyilvántartási ágban vannak, ami célunk, tehát hogy legelőbb valami, akkor ugye nem tudjuk ezt a célt elérni. Én ezt megkérdeztem a hét folyamán, és megerősítettek, hogy itt ezen a területen minden rendben van, tehát mi is lakott rajtuk. A kiváltó értét el tudjuk élni. A következő lenne, hogy a hatos paragrafust megnézzük, és ugye úgy hittem be első olvasatra, én sem vettem észre, és kerestem a 4-es pontban van nekem egy észrevételem, és akkor a hivatal dolgozói mondják, hogy a 4-es pont nem érték, és nálunk az a 6-os pont volt. Tehát ugye az következik, hogy kezdjük 1-essel, 2-essel, és ugye újra kezdjük 1-essel, 2-essel, 3-essel, 4-essel. Szeretném, hogy kezdjük. Jó, akkor sorban van, hogy ami az én kérdésem van, nálunk a 4-esben van, tehát a régi szerint ugye 6-os van, és ez konkrét kérdés, végülis én a vállalkozók érdekeit képviselem, akik jelenleg vállalkozók, és a következő kérdés, hogy a Tőjei utcában például azon a területen, ahol vannak az ingatlanok, illetve a műhelyek, főleg a jobb oldalán a végefele, ugye helyezi szám szerint műhelyek szerepelnek, és mondjuk van ott egy 4000 négyzetméteres terület, amit valamikor nagyon régen megvettek, és ezt beépítették, műhelyt építettek rá, és itt a beépítési kötelezettség 10%. És ők nem építették be ennek a minimum 30%-át, akkor jelen pillanatban, tehát január 1-től nekik kell adót fizetni, vagy sem. Egyértelművé teszi a rendelet, hogy a beépített telek esetén 0 forint per négyzetméter per év. Ez pedig egyértelmű, én azt gondolom, mindenki számára, amelyik beépített telek, és nem tartozik egyébként a jogszabály szerinti mentességbe, ott a forintális összeg az 0 forint. De hogyha minimum, mert ugye 4-es pont, a végig olvasok figyelmesen, hogyha nem építjük be minimum a 30%-et, akkor melyikre gondolsz a 4-es pontjában? A 4-es pont helyében. A mértéke csak akkor alkalmazható, így van. Forint, az Alaszonyi Város Önkormányzata képviselő testületének mindenkori hatályos helyi építési szabályra szóló önkormányzati rendelemmel foglalt beépítettségi maximum legalább 30%-ban teljesült. Igen. Tehát ugye konkrétan ott vannak azok a területek, és a beépítettség 10%, és most nincs beépítve 30%, akkor ő neki adót kezdeni. Igen, akkor igen. Ez természetesen... Mondom, hogy nem, mert ez csak a következő évi dolgokra vonatkozik, tehát a következő telekre. Tehát ami már megtörtént, és mondjuk, hogyha 10%-nak nincs beépítve... Egy terek esetén 2000 négyzetméterig, ez most attól függ egyébként, hogy milyen tulajdonosról van szó, mert ha céges tulajdon, az teljesen más jogalany e körben. Tehát az teljesen más. Mert ezután van egy épület, nem tudom. Ha 30%-os beépítettség az nem valósult meg, akkor igen. De ez a testület döntési kompetenciájából, ezt lejjebb is vehetjük. Tehát erre javaslat, amikor előkészítettük tervezés szintjén, figyelemmel véve a jelenlegi szabályozási beépítési százalékokat, ez látszódott igazándiból jónak. Tehát mindenkire én azt gondolom, nem lehet rendeletet alkotni.
de képviselőtestületi tagként javasolhatja a képviselő úr, hogy ez a 30%-os, ez ne 30% legyen, hanem legyen egy kisebb nagyságrend. Ez tulajdonképpen, bocsánat, ez a 10%-nak a 30%-a, ugye? Igen. Tehát gyakorlatilag, hogy konkrét legyek, ott voltak azok a dzsungulós részek, ami régen, akik itt laktak, én erre nem emlékszem, amit megvettek. Tehát az első rész ott a parkoló mellett, ami vermek meg egyéb dolgok voltak. Most ott van egy beépített, tehát nem néztem meg, hogy mennyi van beépítve. Azután az épület ugye után építményadót fizet, és hogyha ugye ez nem teljesült a 30%, akkor neki adófizetési kötelezettsége van. Most azért kérdeztem meg, és nagyon örülök, hogy megkérdeztem, mert én a héten azt a választ kaptam, hogy ez azokra az építményekre, amik megvannak, azokra már nem vonatkozik, hanem az elkövetkező időszakban, aki mondjuk például a kemping területén szeretne egy ráépíteni és egy bódét épül, akkor igen, örülök, hogy itt most választ kaptam. Nem. És hát itt voltak a felháborodások, főleg ott több terület, több olyan terület van, ami nem teljesül a 30% be. De szerintem a 10%-nak a 30% érvényesül, nem? Hát most ezt nem tudom. Nem számolt, ez... mert nem volt arra idő. Elfogadom azt, hogy nem lehet megnézni, de én, mivel én vállalkozó körbe jöttem, tehát erre felhívták az én figyelmemet. Javaslod, hogy... Én javaslom egy kisebbet, mondjuk 20. egy 20%-ot. Jó. Nem, az a max, az mindig max. És hogyha nincs, ugye ott nagy gödrök van, tehát valószínűleg nem teljesül. Jó, befogadom, jó? Jó. Tehát a százalék az a mostantól indulóan legyen érvényes. Jó. Jó, befogadtam a percet, nem teljesül a szavazás. Valakinek még kérdés részlete? Amennyiben nincsen, hogy aki egyetért a rendelettel ezzel a módosítással, hogy ott nem 30%, hanem 20%, az kérem készfeltartásra jelezze. Ellenvélemény tartózkodás nélkül egyhangban elfogadtuk. Köszönöm szépen. 4-es számon napi rendi pont, helyi adórendeletek módosításai. Már említettem koncepciónál kommunális adót, ezen kívül még van egy módosítás, én át is adnám a szót erőterjesztőnek. A jelenlegi rendelet alkotásnak az apropója leginkább a központi jogszabályok változásának adaptációja a helyi rendeletben. Ezeket a jogszabályi változásokat automatikusan én azt gondolom, hogy bizonyos korrekciókkal kell végezni, ezt folyamatosan el kell fogadni a testületnek, hiszen determinált a központi jogszabályok által. Áttekintve a helyi adórendeleteket, a jövő évben mindenképpen indokolt lenne egy teljes deregulációt végrehajtani a helyi rendeleteink kapcsán. Ezt természetesen majd a munkatervben már jelezni fogjuk. Most azokat a szükségszerű változások bevezetésre kerülnének, automatikusan a hatályba lépést követően, hiszen a stabilitásra vonatkozó központi jogszabály szerint új adónál is hatályba kell lépnie a jogszabálynak december 2-áig. Ez indokolja a telekadót, illetve indokolja azokat a jogszabályi változásokat, amelyek a kommunális adómértékére irányadóak. Én azt gondolom, hogy egyértelmű a rendelet kapcsán, hogy melyek azok a központi jogszabályi változások. Én az pénzügyi és ügyrendi bizottság a tárgyalásra alkalmasnak találta az előterjesztést, javasolja a képviselőtestületnek elfogadásra. Köszönöm szépen. Kérdés észrevétel. Amennyiben nincsen, ugye aki egyetért a rendelet módosítása, azt kérem készfeltartásra jelezze. Ellenvélemény itt tartózkodás nélkül egyhangban elfogadtuk. Köszönöm szépen. Igen. 5-ös számú napirendi pont, tulajdonos hozzájárulás a Szent Gróth Hotel Spa építési engedélyezési eljárásáról. Kaptunk ma egy levelet, amelyben a 3W Engineering Kft. Az építési engedélyeljárás megszüntetésére szüneteltetésével kéréssel fordult a Keszthely városi edzője felé, úgyhogy ez tártalan ez a napirendi pont. Úgy hadd mondjam el, örülök neki, első percre kezdve az volt. Ez nem az, elnézést képviselő úr, ez nem az, amire ön gondol. Ez csak szünetelteti az eljárást, de nem vonja vissza az építési engedélykérelmét. Figyelek akkor rá később, jövőbe figyelek akkor.
Ez azt jelenti, hogy gyakorlatban a pályázathoz nem muszáj jogerős építési engedélyét benyújtani, hanem gyakorlatilag egy igazolás is szükséges ahhoz, hogy az építési engedélyezési eljárás megindult. A jogerős építési engedélye csak az első kifizetési kérelem feltétele ebben a kiírási feltételrendszerben. És figyelemmel arra, hogy a gazdasági bizottság milyen irányú döntést hozott, ezért gyakorlatilag abban az állapotban maradt, hogy szünetel az építéshatósági eljárás, ettől a pályázat bírálata tovább folytatódik, és amennyiben a pályázat elbírálását követően meglátja gyakorlatilag a pályázó, illetve a kérelmező cég, hogy hogyan folytatja tovább az eljárását. Figyeljünk rá, akkor ezt a napi rendet, akkor ezt az ötös számot, azt nem is tárgyaljuk. Köszönöm szépen. Hatos számú napi rendi pont, mezőgazdasági termények adományként történő átadása. Tudunk a programban, mindenki előtt közismert, hogy mezőgazdasági tevékenységet is végeztünk. Le van írva az előterjesztésbe, hogy hogyan kívánjuk ezt adományként a rászorulóknak juttatni. Annyi módosítást tennék, hogy itt burgonya 15.508 kg szerepel, ez valóban így van, de én azt szeretném, hogyha ebből 11.597 kg kerülne átadásra, ami megmaradt 3.911 kg pedig rakni jövő évben. Tehát azt ne adjuk át, azt tároljuk, és akkor jövő évben a vetőburgonyát megspóroljuk. Parancsoljon. Milyen szakmai ajánlással tartjuk meg vetőmagnak az idei termést? Parancsolt, ha válaszolni tudnék. Ez azt tudom mondani, hogy más önkormányzatok tapasztalatét ismerők is ezt csinálják, ugyanis az idén ezt a pénzt megkaptuk, tehát lehetett és le lehetett hívni ennek az árát, gyakorlatilag az önkormányzatnak ez nem került pénzbe. Én úgy gondolom, hogy olyan meggondolás, ahol a többiek is így csinálják, hogy amennyiben esetleg nem lesz, és ezt a, és nem lesz miből vetni, de szeretnénk, és nem lesz annyi pénzünk, akkor ezt meg lehet tenni, és hogy esetleg úgy adódik, akkor mi minden további nélkül tavasszal is ki lehet osztani, igen. Sőt, jobban örülnek neki, mert akkor már drágább lesz. Sőt, már most is drágább. Nem tudom, nem értek a burgonyák vetéséhez, gondozásához. Mások is így csinálják. Igen. Jó, köszönöm szépen. Sokan csinálják. Parancsoljanak, jó. Egy csendes megjegyzésem van, tehát ugye lement a projekt, de a jövőben, hogyha lesz egy projekt, akkor nagyobb ellenőrzés kellene az egész folyamathoz. Sok minden anomália történt, miközben ez jó, hasznos és fontos. Köszönöm, hogy pénteken fogunk este 7-kor a munkahelyi központ vezetővel tárgyalni, akkor jönnek a kis térségünkbe, és mindenki este 7-kor kerül a sorra a jövő évi közmunkaprogramról. Kevesebb emberrel fogunk futni, nagyobb lesz nekünk is a ráhatásunk, jobban tudjuk ellenőrizni. Talán itt egyébként csak, hogy az, hogy most nem olyan kimondottan vetőburgonyát veszünk, hanem félreteszünk, talán ez a kezeléséből később nem olyan precíziós műszerekkel és munkaerővel fogunk rendelkezni. Viszont annyit szeretnénk most mondani, talán nem ehhez a napirendi ponthoz tartozik, de a közmunkát előhozta a képviselő úr, hogy a téli közmunkaprogramban 20 embert igényeltünk, és 6 embert kaptunk. Megkaptuk a részünk kormányzati igényeket, ez 6 emberre szólt. Úgy gondoltuk, hogy akkor az önök kérésének megfelelően fogjuk az embereket kiközvetíteni. Annyi kérésünk van, hogy amennyiben az Zalcengrót belvárosának szüksége van, itt most gondolok a hóeltakarításra, stb., akkor viszont rendelkezésünkre bocsássák ezt a munkaerőt. De ezt majd beszélni fogunk róla. Városrészekben is mindig, hogy ez fog takarítás probléma. Meg annak az illető közmunkás hábit kiordás is fog végezni, úgyhogy az nehezen fog tudni bejönni. De összeegyeztethető azért. Bízunk Istenbe, de tartsuk szárazon a puskaport. Bízunk, hogy nem lesz megint nagy hóesés. Van egy kis traktorunk is, aminek egyébként van egy hótoló adaptere, de amennyiben lehetőség nyílik rá, akkor próbáljuk meg. Parancsoljon!
Igen, én is ezt néztem, és nekem az volt az életben azt a választ kaptam, hogy az a hat emberiben nagyon nagy szükség lesz rá, és ne számítsunk itt erre az időszakra emberekre. És én azt szeretném megkérdezni, hogy van-e arra lehetőség, tehát valamilyen képen meg kell oldani a részönkormányzatoknál ezeket a feladatokat is, és én azt szeretném kérdezni, hogy és úgy gondolom, hogy ez lenne a legolcsóbb forma, hogy nincs arra szükség mondjuk egy kis személy otthon, hogy egész nap ott legyen, de bizonyos időszakban kell, hogy működik az az intézmény, hogy megbízásos jogviszonyt kötünk, és akkor ugye minimálbér 30%-áig nem kell TB-t fizetni. Ez a legjobb megoldás, és akkor természetesen a részönkormányzat ezt fizetni, hogy ez megye. Ebből a hat emberből nem jut. Tehát ez abban az esetben, ha jut, akkor ez ugye jó, nem jó, jut, jó, de ha... Egyébként... Azt mondták, hogy igen, az elsőben az van, de úgy gondoltuk, hogy akkor a részönkormányzat tudja hasznosítani talán jobban. Csak ennyit kérünk viszont, hogy ugye december 31-ig vannak nekünk még itt közmunkásaink, de hónap van egy olyan tulajdonsága, nem tudjuk, hogy mikor esik, ha esetleg január-februárban, akkor viszont mondom, hogy van nekünk kis traktorunk, azzal is el tudjuk egy részét végezni, de ha olyan kézi munka erőre van szükségünk, akkor azt kérjük, hogy szerintem tudjuk összeegyeztetni. Ha olyan nagyon-nagyon nagy katasztrofális helyzet van, akkor úgy tudunk semmit se csinálni, nyilvánvalóan akkor a katasztrofavédelmet bevetjük, de lesz, akkor így ellapottunk meg. De utána nézzünk ennek a másiknak lehetőségének a későbbiek folyamán. Visszatérve a mezőgazdaságra, akkor az a javaslatom a burgonyát, akkor ezt így osszuk fel. Esetleg még kérdés észrevétel nincsen, akkor aki ezzel módosítással, hogy étkezési és raknivalóra is csak az étkezését adjuk el, ezzel együtt egyetért, ezt kérem készfeltartása jelezzen. Ellenvélemény tartózkodás nélkül, köszönöm szépen, elfogadtuk. Hetes számú napirendi pont, Szentgróti Víz és Fürdő Kft. Felügyelőbizottságának ügyrendjének jóváhagyása. Kiegészíteni való nincsen benne. Összeült, megválasztották az elnökét. Aki egy fogadja a határozati javaslatot, az kérem készfeltartása jelezze. Ellenvélemény tartózkodás nélkül egyhangulag elfogadható. Képviselőtestület, 8-as számú napirendi pont, képviselőtestület 2012 második fél évre vonatkozó munkatervének módosítása. A módosítás az, hogy november 29-i ülésének napirendjét szereplő esély egyenlőségi terv felülvizsgálata napirendi tárgyalás 2013 első fél évi munkatervében kéri szerepeltetni. És a december 13. időpont az pedig december 20-ára módosul. Aki ezt elfogadja, ezt kérem készfeltartás jelezzel. Ellenvélemény tartózkodás nélkül egyenlőleg elfogadható. 9-es számú napirendi pont, elővásárlási jogról való lemondás. Itt garázsokról lenne szó. Valakinek ezzel kapcsolatban parancsoljon. Felvetődik, nem biztos, hogy konkrétan ide tartozik, de indoklás között szerepel, hogy nekünk van garázsunk a Csányi László 2-ben ott hátul, de jól emlékszem, akkor az egyik részét, a felső részét elviszik, az alsó részét eladjuk, akkor azok a garázsok, amiket most használunk, ahol vannak a mi autóink, azok helyett ki kell találni valamit, hogy hol fogjuk azokat tárolni, ugye nem beszélve kis traktor, nem tudom mi van ott. Természetesen ehhez nem annyira kötődik, de úgy gondolom, hogy ezt a részt is meg kéne oldani, hogy erre van-e valami elképzelés, mert megítélésem szerint azokra a garázsokra, amik most teljes egészében talán mi használunk, azokra nem számítható jövőről. Én nem kívánom, hogy azt értékesítsük együtt vele. Hát az ingyenes átadás az első emeletről szólt, az csak a maga az emeleti részről. Az vételi, még hivatalos vételi ajánlat nem jött be hozzánk az alsó részre, hanem csak szóba egyszerűen ezt felismérettük, az pedig csak az alsó szintről szólt. De ugye mi meg elkezdtük még, megmondom őszintén, a társasházzá nyilvánítást is, hogy megbontani. Tehát én ragaszkodom hozzá, ezekből az okokból kifolyólag, ami elhangzott, hogy ott tároljuk mi a gépkocsiainkat. És ugye itt van még a polgár és a katari lakótelepen, sőt, még az egészségközpontnak is van, ugye?
Az az egészségi központ év, vagy már nem merek én kérdéseket feltenni, hogy jogi nem akarok bemenni, tulajdonjogi inkább. Akkor nyilván tartva. Azt pedig ott van a kínzsi lakóterületen, ugye? Én szerintem nem az. Itt van egy a munkaügyi központnál. Az az a miénk, az igen, az csak az az önök autója. Meg ott van az egészségügyi központ mögött, ja, igen, a garázsnál. Tehát nekünk több most nincsen, mert itt volt még a volt bölcsődeinél egy ja, igen, 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 ezek igen. voltak, de azt átadtuk. Jó, köszönöm szépen. Jó. Kegyetért határozat javaslata, hogy mondjunk le az erőválasztási jogunkra, azt kell kiszolgáltatás jelezzen. Ellenvélemény tartózkodás nélkül elfogadtuk. 11 számú napirendi pont, szertár építéséhez forrás, átcsoportosítás, Deák Ferenc TTOK igazgatója fordult egy kérdéssel hozzánk, de szerintem ő a legavatottabb, ha ezt röviden össze tudnánk foglalni igazgatóra, akkor megköszönöm. Köszönöm a szót, polgármester úr. Tehát most csak azt szeretnénk, hogy a karbantartási ütemekben meg nem valósultból kerüljön átütemezésre, illetve azt majd a hivatal elvonja. Ez egy 250 ezer forint érték, és ezzel szemben a szintén meg nem valósult fejlesztésből kerüljön odaadásra a Deák TTOK-nak egy 250 ezer forint, tehát itt a 50-50 alapon történne a dolog, legalábbis az alkú felvetésében. Azért van erre szükség, mert nincsenek meg a szertár lehetőségeink. Azt megcsináltuk július óta, hogy minden olyan kis lukat, ficakot, amiben tárolási lehetőség van, azt kitakarítottuk, felszámoltuk, megoldottuk, de nincsen fizika, kémia, szertár tisztességes, mert az első emeleti azt leköltöztették a földszintre, és ott mindössze rendelkezésünkre egy 3 négyzetméteres. Ugyanakkor a gimnáziumból pedig rendkívül jó természettudományos eszközök vannak, amiket meg kellene menteni, és én azt se tartanám rossznak, hogyha jövőben ilyen természettudományos szertára majd pályáznak, de ez még a jövő zenéje. De szóval mindenképpen szeretném megmenteni az eszközöket. Jó, köszönöm szépen. Én is megtekintettem igazgatóra, voltunk azt a részt, amit be szeretnének építeni, és az építész azt mondja, hogy statikailag minden rendben van, akkor ott egy jó szertár épület. Valakinek kérdése észrevételen? Amennyiben elfogadjuk határozat javaslatot, kérem készfeltartás jelezni. Köszönöm szépen, ellenvélemény tartózkodás nélkül egyhangban. Egyebek napirendi pontban lenne nekem egy észrevételem. Összehívtam a sportvezetőket, múltkor is beszélgettem velük, ott elmondtam nekik, hogy lesz egy megbeszélés a Nemzeti Együttműködési Alapra a régi NCA pályázatról. És mondtam, hogy jelenjenek meg, ott nézzék meg, milyen lehetőségek vannak a pályázatra. Ebből kifolyólag jutottam arra az elhatározásra is, ha a képviselőtestület ezt tudná támogatni, hogy a jövő évben az egyesületek, sportegyesületek, egyesületek támogatásában részesüljenek azok előnyben, akik pályázati pályázatokat adnak be, vagy élnek ilyen lehetőséggel. Mindezt azért mondom tehát, hogy ne ők is tegyenek meg azért valamit, mondjuk ez a Nemzeti Együttműködési Alapban, amiben az Alai Borúttal már beszéltem, és ők minden segítséget megadnak, hogy legalább azt az esélyt teremtsük meg, hogy ott is tudjanak nyerni. Kézilabdások, nőiek, azok tudom, hogy a tavus pályázaton nyertek, tavaly a futballisták is nyertek rajta, de mindenkinek biztosítsuk. Az ne, első az legyen, hogy mindig az önkormányzathoz forduljunk, hanem próbáljanak meg, hogyha ezt így, nem azt nem feltételhez, hanem csak, hogy előnyben részesülnek azok az egyesületek, ha ezt el tudnák fogadni a képviselőtársaim. De parancsoljanak! Ez még egyet nagyon helyesen tartom én is, de hozzátenném még, hogy a pályázatok mellett nézzük meg azt is, hogy az 1%-okból, ami ugye automatikusan meg lehetne tenni, és ezt konkrétan tudom, hogy a legnagyobb egyesületünk, ahol a legtöbb pénzt adunk, ott az 1%-okból leigényel 9000-et, a kis egyesületek meg ilyen 200 meg 300 ezer forintokat tudnak visszaigényelni, munka van azzal is, de az értékelésnél vagy az előnyhez is szerepel, hogy az 1%-ok leigényésre is legyen, és akkor egy kicsit ösztönözzük is arra őket, hogy gyűjtsük be, mert ha ott hagyjuk az államnak, az ott lehet, hogy elveszett pénz lesz, vagy legalábbis talán finoman fogalmazva jó helye lesz annak itt nálunk. Jó, köszönöm szépen. Én is azt gondolom, hogy minden támogatást eddig is megtettünk anyagi erőnkhöz képest. Ezután is támogatni szeretnénk, csak valóban az jól mondja a képviselőtársam, ösztönözzük őket, hogy keressünk más külső forrásokat is, amit bevonhatunk.
Akkor ha ezt így el tudjuk fogadni, hogy akkor a jövő évi támogatásoknál részesüljenek előnybe azok az egyesületek, akik pályázatokon indulnak, és megvizsgáljuk az 1%-ból bejövő pénzt, és ezt majd szépen megfogalmazok. Aki ezzel egyetértesz, kérdés feltartás jelezze, ellenvélemény tartózkodás nélkül elfogadtuk. Köszönöm szépen. Még az egyebekben szeretném, hogy akkor ez a felterjesztési jogunkkal éljünk-e, majd kialakítjuk azt, hogy valamilyen kompenzációba részesüljenek azok az önkormányzatok, ahol gazdaságosan dolgoznak. Van ilyen veszélye. Ugye 26 település ez, akinek nincsen tartozása, legalábbis a hírek szerint. És ugye azt hangzott el, hogy egy ilyen ösztönző fejlesztés, teletfejlesztési összegeket fognak kapni. Ennyi hangzott el eddig. Ez az 26-ot nem tudom, hogy honnan vették, mert 1956 települése részesül benne, és 1132, akkor kivonva a települések létszámából, akkor 1132 marad. Több kell, mint 26, mert itt a mi kistérségünkben is ugye végigkérdezgettem, nem sok helyen van. És főleg az a vidéki településekre jellemző, egyébként meg lehet látni, hogy az 5000 fő alatti településeknél ugye ez csupán, idézőjelben csupán 90 milliárd forint, az összes többi megyei jogú városok és nagyobb települések. De akkor ezzel a felterjesztési joggal akkor átnézzük, és akkor szeretnénk élni. Ami az egyebekben van még, amit még egy előterjesztés is szerepel önök előtt, ez pedig az egészségügyi központ jövőjét érintő feladatokról szól. Ugye itt már többször beszéltünk róla, az állam az egészségügyi ellátások konszolidáció terén már döntött. Első körben a megyek által fenntartott kórházakról volt szó, utána pedig a más kórházakról, városi kórházakról és a hozzátartozó járóbeteg szakellátásról. 26% a járóbeteg szakellátó intézményeknek azok, amik még idézőjelben lógnak a levegőbe. Beszéltem helyettes államtitkár úrral, beszéltem államtitkár úrral, és voltak kollégák a Balaton Aligán egy konferencián, ahol én is azt az információt kaptam egyrészt az állami vezetőktől, hogy hamarosan a kormány elé kerül a kérdés, és itt önként dönthetnek majd a települések, hogy mit szeretnének a járóbeteg szakellátó intézményeikkel, át szeretnék-e adni az államnak, tovább szeretnék-e működtetni, vagy esetleg egy GT formájában tovább működtetni. A MEP, Zala-megyei MEP vezetőivel beszélgettünk itt a fogászati ügyeletről. Ők azt javasolták, hogy talán jobb lenne, hogyha helyi fenntartásba maradna, viszont akkor át kell nézni az intézménynek a gazdaságos működtetésének a feltételeit, hiszen a tavalyi, vagy az idei évben is több mint 40 millió forintot tettünk hozzá. Mostani költségvetési helyzetben tudomásunk szerint ekkora támogatásra nem nyílik lehetőségünk. Ugye 2011-es évben elkezdődött már egy vizsgálat az egészségügyi központ, a gazdálkodása és a szakmai működése kapcsán. Ezt szeretnénk továbbvinni, hogy vajon hogyan lehetne a továbbiakban is működtetni. És persze talán választ kapunk arra a kérdésünkre, megfogalmazott kérdésünkre, hogy jövőre mit kezdjünk a járóbeteg szakellátó intézményünkre. A határozati javaslat is erről szól, hogy az Országgyűlési Város Önkormányzat képviselőtestülete a Városi Önkormányzat Egészségügyi Központjának 2013 évi fenntartásával kapcsolatban meghozandó döntés szakmai megalapozottságához a Városi Önkormányzat az Egészségügyi Központja járóbeteg szakellátás finanszírozásának vizsgálatát rendeli el. Parancsoljon! Egyetértünk akkor vele. Aki egyetért határozati javaslatra, kérem készfeltartás jelezze. Ellenvélemény tartózkodás nélkül. Köszönöm szépen. Ezennel a képviselőtestületnek ez a része majdnem véget ért, hiszen 12-es napi rendi pontban interpellációk vannak, valaki ére interpretáció. Parancsoljon a polgármester. Az éppen határozatképesség okán vagyok kénytelen megismételni azt a kérésemet, amit múltkor egy munka megbeszélésen elmondtam. Én arra kérem a polgármester urat, hogy ha lehetséges, mert pedig gondolom lehetséges, a testületi üléseknek az időpontját az eddig szokásos időpontra szíveskedjék tenni, mert úgy látszik, hogy vannak olyan képviselőtársaink, akik
objektív okok miatt nem tudtak részt venni. Én is éppen hogy csak ideértem, és szerintem ezzel nem biztos, hogy a határozatképesség mesdjéjét mindig kísérteni kéne. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, figyelembe vesszük az észrevételét. Parancsoljon. Sajnos hosszítként mondom, hogy a EON pályázaton semmi és sem kis szendrót nem nyertünk. Úgyhogy az Almegyében, ha jól tudom, 5 pályázat nyert, egy Zalaegerszegtől 4 kis település, nem sikerült. Sajnáljuk, de ha már rossz hírt mondott, akkor mondok egy jó hírt is, ugye meg lesz ismét rendezve az advent Zalaszengrotton a templom téren, ami ugye most lesz advent első vasárnapja, mindenkit nagy szeretettel várunk, plakátok remélhetőleg már kikerültek a városba, és majd meghívót kapnak a képviselő úrra. Parancsoljon! Ja, ha az advent szóba került, akkor is hadd mondjam már, hogy Cáfordon is minden vasárnap lesz adventi gyertyagyújtás. Az advent első vasárnapján a mise után 1 órakor, többi vasárnap meg 16 órakor a szentgróti adventi gyertyagyújtását 1 órával tartunk mi is ilyen gyertyagyújtás egy kisebb összeivel. Jó, köszönöm szépen. Parancsoljon! Csak azért, mert itt a tévé. És hát, hogy itt is többen hallják, illetve látják, Piszengrott a Nagyjalváró hétvége lesz, illetve vasárnap 14 órakor, ami azt jelenti, hogy télapról érkezik. Szeretettel várjuk a Piszengrotti gyerekeket különböző műsorokkal, és hát 5 óráig szeretnénk bekötni őket különböző játszóházba. Köszönöm szépen, örülök, hogy ilyen aktív élet van Szengrotton is, a rész önkormányzatokban is, úgyhogy mindenkinek köszönöm szépen a megjelenést, úgyhogy viszontlátásra.